szentséges hajléke templom, mely az örökkévaló királynak, Jézus Krisztusnak tiszteletére épült. És az egeknek egei nem foghatnak téged. Mennyivel inkább ez ház, melyet mi építettünk. Tekints a te szolgáidnak imádságok és könyörgésekre, ó Uram, mellyel a te szolgáid imádkoznak előtted. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja. Igazak mennek be azon. És nyitva lesznek kapuit szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
amidőn a házat Isten szállásának megépítették vala, az úrházának ékességére a templomot kívül és bévül megíratván festékkel, Akvila János mester által az 1378-as esztendőben. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. És bemenvén az angyal Máriához, mondánéki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Megdöbbene Mária az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondánéki az angyal, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezéd őt Jézusnak. És nagy lészen, és magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Mikoron Szent Annának elkövetkezvén az órája, egészségben szüli az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát. Örvendenek az angyali karok, mert az ő szülése e világnak üdvösségét adta, ő szülte az Isten fiát, ez világnak jövendő megvilágosítóját. Jézus születésekor bölcsek jövének napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezék, hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten,
és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak. Előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával. És leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. Áve, égi király híve, királyoknak gyöngye éke, László, mennynek sorsosa. Ég királyát hűn követted, országunkat védelmezted, légy hazánknak bajnoka. Mikor a Miklós ez világra született volna, ottan megszentelteték az Úristentől, és betelék Istennek szent malasztjával. Mikor a Míra nevű városnak püspöke megholt volna, az Úristen akaratjából, és isteni csoda jelenetek miatt a választaték Miklós az püspökségre. Thank you.
Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztják őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Akkor szól majd az ő bal keze felül állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.